igényesebb legyek. Szóval én nem akarom úgy elhagyni magamat, hogy ilyen szokállal, meg nem tudom. Hajléktalan vagy, nem mondod? Hajléktalan vagyok, de attól még az ember ad magára. Na, ugye? Nem erre van a virágos beszélje, nem. Lemerült a hajvágom, hullóval tudom megcsinálni a haját, nem probléma? Nem. Akkor fognak jól. Segítek, jó? Amikor kijött ez a törvény, hogy az utcán nem lehet életvitelszerűen tartózkodni, és a többi, és akkor nyilván azért van egy külseje a hajléktalanoknak, ami miatt ugyebár a rendőrség oda megy és igazoltat. Akkor én azt találtam ki, hogy mi lenne, hogyha én megváltoztatnám ezt a külsőt, esetleg mint ahogy adnak ruhákat is, és akkor utána már ott üldögél a padon valószínűleg nem fogják igazoltatni. Ez az én gondolkodásom. Olyan fél éve vagyok itt. Anyámnál laktam, anyám meghalt, eladták a lakást, aztán kikerültem. Én utcán soha nem alszok. Én mindig a dózán szoktam aludni 2 éve. Én az utcát nem bírom. Nagyon pázós vagyok, meg hát 2 szomnyaktörésem volt, és nagyon nehezen tudok mozogni. Megkérdeztetem, hogy milyen hajat szeretnél? Mi legyen valami formája, mert hát úgy nézek ki, mint egy őserdő. Csúnya a hajam, össze-vissza áll, koltos vagyok, és hát hallottam, hogy van ez az ingyenes, és azért jöttem le. Nagyon sokszor azért jönnek hozzám az ügyfelek, mert mondjuk állásinterjúra mennek, és ha nem olyan a megjelenésük, a hajuk, a körmük például, vagy a ruhájuk, ami már az első benyomásnál, azért számít az első benyomás. Amióta ez a hajléktalan ellenes törvény életbe lépett, mit érzékel az utcán? Hát én kint vagyok, külső kerületben. És ott nem érezni, hogy megzárnák a rendőrök? Nem. Valahogy normalizálni kéne ezt a helyzetet, hogy... Ezt hogy értik? Hát, hogy... Mert vannak olyan emberek, akik itt dobálnak össze-vissza mindent, meg isztak, meg mit tudom, szóval ezeket nem engedném, de az, aki békésen lefekszik, azt szerintem hagyni kéne. 13 éves a fia? Igen. És hol van? Pécelen. Hol? Pécelen van a nagynénénél. Azért csinálom, mert eleve ez a munkám, tehát én szociális munkás vagyok az Zuglói Családsegítő alkalmazásában. Mellette a szabad napjaimon szoktam menni hajléktalan szállókra hajat vágni. Én meg ezeket a szállókat nem szeretem. Miért? Mert már olyan emberek vannak ott. Hát rosszak a szállók, mert lopnak. Nagyon sok lopás van, az biztos. Mondjuk ebbe egyetértek vele, de engem hála Istennek nem bántanak. Szóval például itt én nem tudnék aludni, mert itt éjszaka is össze-vissza mozgás van, nem lehet aludni. Ezt miért csinálod? A tükörkép műhely oldalon is szoktam ilyen előtte-utána fotókat, mert azért most sok mindent kiírhatok, hogy mennyire fontos, bár a külső is, nem csak a belső, de azért, hogyha képpel is illusztrálom, akkor azért úgy elég beszédes. Na, hibám. Jó, lesz így? Nagyon tetszem magamnak.